Én úgy vélem, hogy utazó vagyok ebben a világban. Szellemi szimbádok vagyunk mindnyájan, akik valamit meg akarunk ismerni ennek a világnak a jelenségeiből. Ez egy olyan nagy lehetőség, mint amikor Kosztolányi Dezső a Hajnali Részegség című versében azt mondja ott, hogy az égben bál van. Én úgy vélem, hogy a Földön is bál van. Nekem megadatott az életemben, hogy bálként éljem meg azt, amit nagyon sokan tragédiaként élnek meg. Ez nem annyit jelent, hogy az én életemben nem voltak tragédiák, hanem azt, hogy voltak olyan ünnepi események, sőt az eseményeknek olyan változata volt, ami miatt inkább bál az életem. Gyönyörűséges, kedves fiatal barátnőm. Együtt járt a Kormos Lucával, a Kormos lányával, és megkérdezték tőlem, ez egy szülésznőképző volt, hogy hát jó költő-e Kormos István, mert a lánya az oda jár hozzájuk. És én ezt elmeséltem Kormos Pistának, és mit mondtál? Tehát látszott, hogy nagyon izgatja. Hát mondom, Pista, azt mondtam, hogy elég jó költő vagy. Majdnem fejbe vágott. Kormos Pista nagyon jó költő volt, de hát megengedtem magamnak ezt a fiatalos csibészséget. Tehát ilyen volt a viszony. Nagyon természetes, nagyon baráti az élet nagy élménye, hogy az ember fiatal korában ilyen emberek környezetében nő föl, más lesz az élete. A Zorrót szerintem azért kaptam, mert a Zelnikből az E betű nyilván az E. Nagyon szellemes neveket adtak különben a megfigyelteknek. Meg is kellett volna kérdezni, hogy ki volt ez a szellemes névadó. Hát mi Csórival, Nagy Lászlóval, másokkal, ezzel a zöld Volkswagennel rohangáltunk Pesten, országba, Erdélybe. Tehát én, mint egy Zorró típusú lovas, itt úgy rohangáltam a Volkswagennel, és valahogy ezt a kettőt kombinálta össze. Hálás vagyok neki, mert hát adhatott volna más neveket. Tehát volt, akinek azt a nevet adták, hogy Patkány, hogy ne soroljam tovább. Hát azért csak jobb, hogyha az ember Zorrónak hívják, még célszemélyként is. Ez a magyar kultúrának egy kis virágos kertje lett, ahol minden izgalmas gondolatot befogadtunk, és meg is fogalmazódott itt nagyon sok minden. Még az MDF elején is voltak itt megbeszélések, itt alakult a Magyar Kulturális Kamara, itt alakult a Magyar Írókamara, itt alakult a Magyar Művészeti Akadémia, az első stúdia itt volt a Duna Televíziónak is. Tehát ez egy kis rejtek kert volt, és rejtek hely, a magyar kultúra kísérleti műhelye, sok minden öröm fűződik hozzá, sok minden elképzelés bontott itt virágot. Az írás örök szerelem, ugyanis karban tartja a lelket és a szellemet, az ember valójában magának ír, és senki másnak, akármilyen önzőnek tűnik a dolog, ezért a tengerkönyv elejére odaírtam mottóként, ezt a könyvet nem írtam senki másnak, csak neked és nekem. Fiatal koromban volt egy olyan film, hogy az ordító egér. Azt hitték, hogy a bombában valami nagy erő van, és az perceg, és amikor kibontották a bombát, azt hiszem ez lett a vége, kiderült, hogy csak egy egér van benne. Hát én egy ilyen ordító egere voltam ennek az elmúlt fél évszázadnak. Na látod, ez egy friss bor, még nincs teljesen kész. Ebben még ilyen nyers színek, nyers ízek vannak. Már kezd átváltozni valamivé, ami majd bor lesz. És milyen? Isten éltes, ezen már lehetetlenni. Hát szerintem ennek az évszázadnak a legnagyobb bora lesz, ha Isten is úgy akarja. Attila király is megérkezett ide a Duna partjára ismét, abba a vigadóba, amelyikbe beköltözik a Művészeti Akadémia,
amelyik remélhetőleg szakmailag értékben, szellemi nyitottságban méltó lesz ahhoz, hogy ezt az épületet használja. Én botladoztam, kísérletezgettem itt ebben a csodálatos magyar világban, büszke vagyok rá, hogy magyar lehettem, és büszke vagyok rá, hogy értelmiségi, és büszke vagyok rá, hogy keresztény. Nem magamnak köszönhetem, hanem szüleimnek, meg ennek a tájnak, amelyik befogadott. Szeretném tovább tenni, amit tenni kell. Szolgálat.